Sziasztok, ez itt a Tölts Velem első nyereményjátékának a sorsolása. Itt van velem Binder Tamás a Voltie Kft-től. Sziasztok, Voltie! Sziasztok! Na és itt ülünk a Voltie-nak az irodájában, ahol ide készítettünk egy töltőt, majd vágóképpen megmutatom, ezt a töltőt lehet megnyerni. Ugye volt egy nyereményjátékunk, aminek az volt a lényege, hogy regisztrálni lehetett, ugye te, aki támogatod a műsoromat, és hogy is volt ez a nyereményjáték? Tehát lehet regisztrálni, és most ugye május elejéig nézzük, tehát április 30 éjfélig, akik jelentkeztek, illetve azért meg kellett szűrni a listát, mert volt, aki ugyanaz a névvel, csak más e-mail címmel, de ugyanaz a telefonszámmal, vagy fordítva jelentkezett, azok ki lettek szűrve, mert a játékszabályzatban bele volt, hogy mi az, ami nem számít jelentkezésnek, de egyet meghagytunk belőle, úgyhogy most ezt fogjuk kisorsolni, egy töltőt, ugye egy 22 kW-os volt töltőt, 5 méteres kábellel, meg egy intelligens mérőt, ami ugye segíti a háztartáson belüli teljesítményszabályzását a töltőnek, ugye egy telepítést, amit te fogsz feltenni. Jól emlékszem? Igen. Igen. Meg ugye a műsorban szereplést is, és ugye ezek mind feltételei annak, hogy aki megnyeri, annak ugye szerepelni is kell a műsorban, meg biztosítania kell azt, hogy itt azt hiszem ez is benne a játékszabályban, de azt hiszem egy pár héten belül fel kell telepítenünk a töltőt, hogy készüljön belőle anyag, meg minden. És közben fut a második nyereményjáték, ugyanez a csomag, ugyanezek a feltételek, oda lehet újra regisztrálni. És tehát játszhat az, aki az előzőnél játszott. Igen, 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 és ugye azt május 1-től nézzük, június 30 vagy 31, nem tudom, hogy hány napos a június, de hogy június végéig nézzük, és akkor újra sorsolunk júliusba, reméljük hamarabb, csak most egy kicsit nehezen jött az össze, de az a lényeg, hogy ezt most kisorsoljuk. Oké, összességében mekkora az értéke ennek a csomagnak, ennek az ajándékcsomagnak? Mondjuk a töltővel, a szenzorboxsal... 600 000 forint plusz a telepítés, hát kb. 600-700 000 forint, attól függ, hogy ott a telepítés ugye az mekkora munka. De azért hát azt mondjuk, hogy a adottaknak kell lenni, tehát hogy arról szóljon, hogy a töltőt oda kell vinni, fel kell tenni a falra, be kell kötni a kábelt, fel lehessen konfigurálni, le lehessen tesztelni, illetve videófelvételeket készítsünk, szóval nem foglalja magába az amperbővítést, a nem tudom, 50 méter kábelt és egyebeket, szóval feltételeknek adottnak kell lennie, de úgy gondolom, hogy egy ekkora értékű nyereménynél, meg egy ilyen jó kis terméknél ezt a nyertes meg tudja magának csinálni. Na hát ezúton is köszönjük szépen, hogy ezt felajánlottad, most sorsolni fogunk. Kiválasztom az ID, e-mail cím és a telefonból álló számokat, karaktereket, kódokat. Van jó pár. Ezeket bemásolom ebbe az online sorsolás felületre. Itt vannak mind. Nyertesek sorsolása meg is van. Kimásoljuk, és ebbe a listába rákeresünk. Felhívjuk a nyertest. Üdvözlöm, Tibor, Binder Tamások a Voltie Kft-től. Elektromos autótöltőket árulunk, értékesítünk, fejlesztünk, és volt egy nyereményjátékunk a Tölts Velemmel közösen Szarra Szabolccsal nevezett, önt sorsoltuk ki. Nagyon szépen köszönöm. De van egy nagyon fontos feltétele ennek az egésznek, hogy legyen elektromos autója. Van elektromos autója? Igen, kettő is van. Hát, ez egy csodás sír. És a játékszabályt azt elolvasta? Tehát, hogy tudja, hogy a töltőt lehet nyerni, egy dinamikus teljesítmény megosztáshoz alkalmas intelligens mérőt, meg a Szabolcs felteszi a töltőt, de ugye a töltőhöz a feltételeket azt önnek kell biztosítania, tehát, hogy legyen oda kikábelezve. Mi a felszerelés? Egy 22 kW-os ABT töltőn van most a két kocsihoz. Na, hát akkor minden megvan, és akkor még a más... És napelemmel, hogy a dinamikus megosztás is fontos. Ja, az is tökéletes. És a nyeremény miatt szívesen lecserélni a töltőjét erre? Természetesen. Jó, köszönjük szépen. Meg ugye szerepelni kell az adásba, vagyis ez így egy feltétele volt, hogy meséljen arról, hogy miért lett elektromos autós, meg amik hozzá kapcsolódnak, hogy ezt is vállalja. Hogyne. Jó, köszönjük szépen. Meg erről most egy felvételt készítettünk, meg én is itt vagyok, Zvara Szabolcs, szia! Szerbusz, szerbusz Szabolcs! Na, örülünk, gratulálunk. Gratulálok, Tibor! Te merre vagy helyileg? Kérlek szépen, ez a, ahol ez a töltő van, ez a 10. kerületben van. Budapest. Okay. Budapest, ez a Gyömrői útnak a végig, ott a Richter magassága egyébként a ti távolságra sem több vagy sok valószínűleg. Jó. Mikor lenne neked alkalmas ez a telepítés? Hát először lehet, hogy érdemes lenne kijönnetek megnézni, jó, és akkor utána tudunk beszélni. Jó. Konkrétumokról is, akár pontos dátumról is. Én fogok jelentkezni nálad mindenféleképpen. Most elmentem a telefonszámodat, és akkor a napokban fel foglak hívni. Jó. Okay. Azt lehet tudni, hogy milyen autót töltesz majd? A két elektromosunk van, nekem egy 80-as Eniacom van. Igen. A nejemnek meg egy 52 Zoe-ja. Nagyon jó. Tökéletes. Nagyon jó. Jó, na örülünk, gratulálunk, Szabolcs keresni fog. Köszönöm is akkor. Köszönjük, gratulálunk. Gratulálunk, szép estét! Na, hello. Szia! Na, meg volt az első sorsolás, jól is sikerült. Nagyon fontos, hogy a játékszabályokat kérlek olvassátok el. Tehát, ha kinevez a következő nyereményjátékra, az olvassa a játékszabály, de nagyon fontos feltétel az, hogy elektromos autóval kell járni, rendelkezni kell azzal, és ahol feltelepítésre kerül, tudja tölteni. Most az lehet otthon, lehet cég, hogy ez a töltő legyen használva, illetve hogy vállalod azt, hogy mi erről vagy Szabolcs, vagy közösen csinálunk egy műsort, mármint telepítésre is, illetve beszélsz arról, hogy miért lettél elektromos autós, illetve mi az, amíg ilyen érdekesség, hogy te is szerepeljél a Tölts Velem egyik epizódjában. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a nevezést, várjuk a további nyereményjátékokba és a nevezéseket. Sziasztok!